Kenzo. A férjem. A férjed? Már igen. Férjed is van? Igen. Hoppá, ez igen. Bocs, nem tudtam, ne haragudj. Énekelhetem egyik számát, nem nagyon tudom. Jó, egy pici részletet belőle, oké? Okay. Casino Twist. Casino Twist, igen. Casino Twist. Jaj, Twist. A Twist, elnézést, ez a Hungária zenekart, ugye? És még a szöveget is tudtad, ugye? Hungária. Oké, én nem tudom, de én tudom, a narancsárka, ő építei a Timinek, nekem és magának, igaz? A Timinek? Igaz? Nem Timi, az anyukámnak. M.O.K.A. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Veszek valami kaját, persze hát odafigyelek, próbálok. De hát ugye kis keksz, nasi, ez az mindig lecsúszik valami. És nagyon boldog vagyok, amikor például valaki megkínál bármilyen kis kajával, vagy chipszel, vagy bármi, és egy idő után már ugye a szervezet nem tudja ezt földolgozni, és szépen lassan rakodik le a tudsz, most megfogtad a hasadat, hát hogy ilyen. Te nem akarsz így járni. Na de te nagyon sokat sportolsz, én ezt tudom. Elkezdtük, jó? Csak így bele a közepébe. Egyébként Erdei János barátom a mai vendégünk, akiről azt kell tudni, hogy én amikor megismertem, akkor egy autószerelő műhelyszerűségben voltam, mert csak azért mondom, nem minősítem, csak ott láttam motort, jaktot, jetskit, nem is tudom milyen sportkelékeket, és amikor kiderült számomra, te elmesélted, hogy még ráadásul a tengeren szoktál egy ilyen ejtőernyős, szörfdeszkás őrülettel nyomulni, na hát akkor én teljesen szétcsúsztam, és mondtam neki, hogy ezt nem hiszem el, ide járnom kell sűrűn, és a elkövetkező időkben én nagyon sűrűn is voltam ott nálad, és na, tökre jól éreztem magam. Ezt csak Péternek mondom meg, a kedves nézőnek, hogy ugye próbálkoztunk, hogy mondta Jánosom, hogy hát hogyha ennyire szeretem a motorokat, meg az ilyen dolgokat, akkor esetleg segítsen neki motort javítani, és egy feladatot nem sikerült megoldom, és azt mondta, hogy szerinte ezt hagyjuk. Ugye Jánosom, na itt vagy, szia! Üdvözlök mindenkit. Igen, ez így volt. Hát hány évvel ezelőtt volt ez? Hát 8 szerintem. 8 körülbelül. Akkoriban többet kitesurföztem, de sok más vízisportot is csinálok, úgyhogy... Hát ez, nekem ez a hihetetlen kategória, de annyira jó volt elmenni hozzád, mert biztos, hogy valami érdekességet láttam, akár autóban, akár a sportdologban. Motorozol még? Igen, nemrég voltunk a Dragon téren barátokkal, felmentünk ott Tennessee, Georgia határába. Hát mindent is csinálok. Mindent is. És most milyen motorod van? És egy Suzuki GSX-szerem van. Hát sportmotorokat szeretem. Uh-huh. Hát ez akkor ez így megmaradt a gyorsaság. Egyelőre a Florida, tudod, a hadisok hazája, úgyhogy uh-huh. nem fog váltani nyugi. De el tudnál a képzelni egy jó kis hálid egyébként, nem? Tetszik, csak tudom, hogy mik a képességek. Ja, igen, nálad az a probléma, hogyha hiányzik a sebességláz, bár van egy-két olyan hálló, ami jó megy. Van olyan is. Van olyan is, de használják egészséggel. Többségben nem és a másik nagyon fontos dolog, hát két fontos dolog, amit itt megemlítenék, ugye megszületett a kislányod, akinek a beszélőkéjét azt úgy lefékeztétek, vagy én nem tudom, leragasztottátok a száját, szerintem előbb-utóbb bejön ide a stúdióba is, és megláthatják, sajnos nem nagyon beszél a Jászminról van szó, ugye, aki hány éves lesz? Igen. Január végén lesz 6. Most azt hiszed, hogy vicceltél, de tényleg visszább vett. Tehát most hát visszafogottam volt, mint kedves, szokott. Mondom, a kedves nézők, hallgatók szerintem előbb-utóbb látni és hallani fogják a Jászmint, tehát gyakorlatilag a vendégünk, az apa Jánosom teljesen meg fog szűnni, de hát mindegy, sőt, én is ebben az esetben, de nem baj, hát örülünk neki. A másik nagyon fontos dolog meg az, a zenét. Hát figyelj, az életednek egy, gondolom a szíved el van osztva a különböző részekre, a család, sport, munka, bla, bla, és egy nagy területet szerintem a zene is elfoglal. Igen, meg sok minden más. Mindig irigyeltem azokat az embereket, akik
valamilyen sportágban vagy hobbiban nagyon jók voltak, de nekem inkább az jutott, hogy így több mindenhez értek, vagy több mindent szeretek, inkább úgy mondanám. Csak a napi 24 óra nem elég, mi? Ez nem nagyon. Az nem nagyon. Nem nagyon. De a zene, na, erről kicsit beszéljünk már. A zenéről, hát honnan kezdjem? A kezdetektől? Igen, hogy ez neked honnan jött egy nagyon-nagyon komoly múlttal rendelkező nép zenekarban vagy nagybőgős, ugye? Igen. És hát azért, hogyha valakit hívnak Amerikában, Amerikán belül, az biztos, hogy ti ott vagytok mindenhol. Igen, tehát akár az életfa a legrégibb és legnagyobb zenekar itt az USA-n belül. Nem ott kezdődött, visszagranék még egy kicsit. Én Szabolcs-Szatmárból, Nagykállóból származom. Nagykálló Nyíregyháza mellett van. A népzenei berkekben elég ismert, mert 35 éve azt hiszem a Tégatábort ott rendezik meg minden évben, és gyerekkorunktól már oda jártunk zenélni. Akkoriban nem volt annyira nagy divat, vagy nem is divat, de nem volt annyira felkapott a népzene. Így sokan furcsálták is ilyen 16-17 évesen, mikor nekiálltunk barátokkal, és csináltunk egy zenekart. Sőt, a primásunk, Keresi Antal, ő 12 éves volt akkor. És két év múlva már ő vezette a zenekart, aki hát a mai napig a legjobb barátom, szóval megmaradt a nagy. De milyen furcsa, hogy abban az időben mindenki rockzenekart, heavy metal zenekart, popzenekart, dancezenekart, akármilyen zenekart alapított, és ti meg a népzene, hogy ez honnan jött neked? A szülők, tesók, barátok, vagy? Nem, sokkal egyszerűbb a dolog ettől, meg viccesebb. A brácsásunk, Kocsán Pál, ő neki az egész családja, a zenész család. És ő hajlott elfele népzenéje felé, elkezdett brácsázni. Természetesen én basszusgitárt vettem a kezembe, mint mindenki más, ahogy mondtad. És Palival együtt elvesztem, ugye otthon is már szerettem a vízisportokat, kenúztunk mind a ketten. Az egyik nyáron elment egy ilyen népzenei táborba, és visszajött, és mondta, hogy figyelj, nagyon jó buli, tele csajokkal, buli, és próbált ki a nagybőgőt, mondtam, fogalmam sincs, hogy működik a nagybőgő. Mondta, hogy ugyanolyan a húrozása, mint a basszusgitárnak, kezd el, és hidd, hogy nagy buli lesz, és így kezdődött. Szóval semmilyen romantikus, hogy hát a család ilyen volt, vagy olyan kötődések voltak. Viszont nagyon megragadt később mindannyiunkat, úgyhogy mai napig ezek az emberek közül mindenki zenél. Sőt, a Bürközzenekar, mert az volt a neve a zenekarnak, most már országos szinten is az egyik legjobbak között van. Nagyon sok díjat kaptak. Nem akarom felsorolni, mert nem tudom pontosan megnevezni őket, és akkor lehet, hogy megrónának, de ők komolyabban vettek, és profik most már. Viccesen szokták is mondani, miután kiléptem, azóta ívelt a pályák fölben. Igen. Na de jó, tehát ugye kijöttél Amerikába, és akkor itt is van ez a zenekarod, az életfa, és ez tényleg az van, hogy ez működik, pörög, tehát hogy csináljátok ezerrel. Igen. Az biztos, hogy azt gondolná az ember, mi van Péter? Olyan csöndi-mendibe vagy. Beállítottad a kamerát a Jánosunkra, valahogy nem jól sikerült. Érzed? Igen, meg mindig nem jól sikerült, de mert mindjárt beállítom, de most az életfáról beszéltél, meg a nagybőgőről, azt szeretném kérdezni, mert én veled nagyon sokat találkoztam mindenfelé, hogy a nagybőgőt azt te mindig hozod, és ha igen, akkor hogy? Hát ezt hívják gyakorlatilag szívásnak, mert ugye neki muszáj vinni. Tehát. Nem, ezt sokan megkérdezik egyébként. Nem szoktam vinni. Szerencsére a klasszikus bőgővel lehet játszani magyar népzenét. Vannak olyan tehetségek, ahol három húrosra átszerelik, és birka, bél, húrt tesznek rá, de az utóbbi években már nem igazán használják, szóval klasszikus hangolásra, klasszikus húrokkal használják. Úgyhogy bárhol lehet bérelni, bárhonnan lehet szerezni, zeneiskolából, vagy akárhol, ahol zenélünk a környéken, biztos, hogy van. De amikor én még Floridában lent éltem, hát nem veled, de ott ugyanabban a városban, és akkor te vett, ha jól emlékszem, vettél egy olyat, hogy a nyakát le lehetett csavarozni, ugye?
Vagy egy elektromos bőgő. Ja, az elektromos bőgő. Nem lehet lecsavarodni a nyakát, de az egész bőgő úgy néz ki, mintha csak egy nyak lenne, uh-huh. és a lába. Ja, a lábát. Azt lehetett ja. levenni, uh-huh. és egészen kicsire összecsomagolni. És az megvan még? Meg, persze. Wow, az nagyon persze. tetszik. A Sting is nyomta ilyennel, azt tudom. Igen. Meg hát egy jó páran használták ezt a hangszert. De jó, na akkor ugorjunk vissza Magyarországra. Ugye említetted az előbb, hogy evesztél is. Igen. Kenusztál? Kenusztál, és az miért maradt abba, vagy az hogy vége? Nem maradt abba, sőt, néhány évvel ezelőtt a volt edzőm csinált nekem egy kenút, és kihozattam Magyarországra, úgyhogy néha ott a szomszéd tóra lemegyek, és mai napig szoktam még evezni. Nem mondod. És vannak társaid? Vannak, akik ugyanezt csinálják? Nincs sajnos. Sajnos senkit nem ismerek, aki ezt a sportot üzte volna, mert ez nem az a sporták, hogy most odamész, beletérdelsz és evezel. Ennek folyamatai vannak, hogy eljuss egy olyan szintre, hogy beletérdelj. Bocsánat. Floridában. Aligátorok. Ott vannak azon a tóban, igen, mert ez egy édesvízi tó. Jó, de hát igazából, tehát Jánosom az nem nagyon izgatja ezzel a szempontjából. Ezekkel gyorsabban nevezni. Igen, ezekkel jó. A Wigman Tamás volt ugye valamikor spillerünk. Az egyik legjobb Az egyik, egyik legjobb. Hát tudom, hogy ugye időszámítás előtt, amikor én fiatal voltam, nálunk ugye magyar 1-2 volt, és akkor ott nagyon nyomták a Wigman Tamást, és úgy szurkoltunk, és én is úgy beleéltem magam otthon, egyből térdepeltem, és a söprűvel, amivel anyukám söprő. De mondták egyébként, menjek le, hogy lapátoljon, tehát ne gondolkozzak. Nem tudom. Hát én nekem a kajakba is bonyolult volt beülni. Hát még most kézzel beletérve az is az. A kenuba. Tehát bizony, az... a versenykajak az is. Hát Isten éri, nem, próbálk. Jó, hát persze el tudok menni, mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval akkor Magyarország, de hogy döntöttél úgy, hogy kijössz? Vagy mi történt? Az történt, hogy volt egy másik zenekar Nyíregyházám, és... A zenekarnak a tagja, az egyik tagja, egy lány, aki brácsázott, Tamás Katának hívják, Pennsylvaniában tanult egyetemen. Uh-huh. A barátja volt a primás, és itt volt már néhány hónapja, éve is, azt hiszem egy éve, talán már itt volt Kata, és megszervezte, hogy kijöjjünk ide. De két hétre jöttem egy hátizsákkal New Yorkba Golden Festivalra zenélni. Így uh-huh. kezdődött. Mert akkoriban nem volt bőgősük, és megkértek, játszottam többször velük, és megkértek, hogy jöjjek ki erre a fesztiválra. Kijöttünk, aztán hiszem még azt hiszem 2,5-3 hónapot zenélgettünk együtt, mert egyre több fellépés volt DC-be, New Yorkba, tehát a környéken mindenhol lementünk, New Orleansba is, tehát elég sok helyen. Uh-huh. De hát ez szenzációs karrier, és akkor itt ragadtál? Azután lementem Floridába, Sarasotába, ahol most élek, mert a kajakkenuzásból volt ott két barátom, illetve az egyik még mai napig ott van, Nádporzol, és hozzámentem, mert mondták, hogy menjek el, látogasson meg őket, mielőtt hazamegyek Magyarországra. Nagyon szép hely. Úgy voltam vele, hogy hát, már itt vagyok. Azt hiszem, hogy január 10-én jöttem. Igen, január 10-én jöttem. Érdekesség, hogy a párom is, Dimi is, csak ő nem tampára, két évvel később találkoztunk, uh-huh. tehát egy napon érkeztünk. Na mindegy, szóval lementem Sarasotába. És ott voltam első látásra szerelem. Igen, hát a víz, a jó idő, és azután kezdtem el ugye a nem is először, álló jetski, wakeboard, utána kitesurf, és a többi. És a de többi. Ezeket tudod, Péter, ez a kitesurf, ez micsoda? Tudod, amikor így fölengedik az eltőernyőt, és akkor vagy csináltad? Én wakeboardoztam, de szerintem most már az eléggé veszélyes lenne, mert úgyis összetörném magam, ha már focival összetörtem ja, magam, a wakeborddal is, az mekkorákat lehet vele esni. Én nem tudom, mondta lehet. János, hogy menjek kipróbálni bármilyen sportot, amit ő csinál, a motortól kezdve bármit kipróbáltam. És akkor mondom a kedvesemnek, hogy menjünk ki, nézzük meg Janikát, mert ő most kint ejtőernyőzik, és közben meg szörföz, nem tudom elképzelni, de mindegy. És képzeld el, hogy kimentünk arra a helyre, ahol szoktak lenni, és annyit látsz az autópályáról, hogy ejtőernyők ott úgy össze-vissza mennek, mint a, tehát ilyen őrültek, és tudom, nézem, hát mondom a kisvörösnek, hogy figyelj már, szerinted ez lehet az a sport? Azt mondja, hát azt mondta János, hogy ide menjünk. És akkor balra, jobbra, oké, odaérünk, és akkor ugye nagyon hideg volt, mert legalább 19 fok volt, érted, a víz is kicsit hidegebb volt, mert ez ilyen január időszak, nem tudom, február lehetett, és
hát Jánosomnak látjuk az autóját minden kézede, és akkor benézek, és akkor Jézusom, hát hogy ugráltak ilyen, hát most hasaütésre szerűen mondom, de ilyen 10 métereket, 5 métereket ugráltok ott, meg ugye a hullám is, ahogy csapja őket, meg fölkapja a szél, és viszi a sportolót, érted? Mondom, hogy és akkor kijön, na, Attika, jössz, mondom, nem, figyelj, úgy berándult a nyakam a munkába, hogy nem vesz, de következőben kijövök, figyelj, én végigmegyek, hát nem, hát ez most képzeld el, és akkor mondom neki, de lefélsz tőle, hogy elrepít a szél. Azt mondja, nem, hát ezt lehet irányítani, de ő is, kegy már. Akkor Jani, hogyha én legközelebb megyek Floridába, akkor elviszel engem? Nagyon régen kájtoztam már sajnos, mert eléggé szélhez kötött. Természetesen nem hétvégén van szél. Hétvégén mindig, amikor dolgozok, úgyhogy sajnos mostában nem csináltam. De szívesen, tehát megvannak még a cuccaim, kiviszlek, hogyha gondolod. Ha nem is azt, akkor wakeboarding? Van valami jó kis wakeboard? Van, két komoly pálya is van. Sőt, az egyik pálya, ami ott van Tampa mellett, a országon, vagy a világon, azt hiszem kettő van belőle, mert ellenkező irányba forog, mint a többi. Na, várja, pályán vannak, vagy bóttal megyünk? Hajóval is mehetünk. Hajóval, na az a jó, mert akkor van wake, nem? Igen. Jó van. Na, hát szóval megtudtuk, akkor Péter világbajnok volt, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy a Jánosom az ember, amikor én itt New Yorkban mesélem, hogy lent éltünk két évet Floridában, és visszajöttünk ide New Yorkba, és mindenki ez a normális vagy. Tudod, ez a mi, mondom, oké, nagyon sok barátom ott él, és mindig rád gondolok, aki kategorikusan akkor nekem, amikor legelőször találkoztunk, kijelentetett, hogy te innen sehová, főleg New York, hát a felejtsd el, Attika. Tehát az nem, nekünk az nem jön be. Most ugye felugrottatok egy pár napra a családdal, gondolom, körbenézzetek Central Park, meg Bryant Park, meg ilyeneket, meg a fényeket, és utána húzol ezerrel vissza, nem? Én nagyon szeretem New Yorkot is, meg Miami-t is, egy hétvégére. És utána húzok az ezerre, úgy, ahogy mondod. Mert neked ott kialakult egy kis hány éve vagy itt? 18 éve kialakult a kis életed, a baráti köröd, megvan, hogy mit, hogy főleg most itt van ez a kislány, aki nem hiperaktív, hanem hát tripla aktív, vagy nem tudom, hogy kell mondani, szuperszonikus művésznő. És hogyha valaki koncentrál, hogy hallgatja ezt a podcastot, és koncentrál, akkor lehet a Jázmin hangját hallani. A háttérben. Hát az előbb leoktatott engem 55 évesen, hogy kérdeztem tőle, ki a legjobb barátnőd, és mondja, hogy mondom, micsoda? Mondom, esküszön nem értem, mondd még egyszer, és Kamilla, és akkor azt mondta, hogy gyorsan kell mondani, ez a Kamilla az úgy nem jó, és leoktatod, de vagy valami. Hogyan kell ejteni. De Jánosom, tehát akkor kijöttél, és akkor utána még visszamentél Magyarországba? Nem, hanem ott maradtam Szaraszotában laktam már, hát egy fél éve, akkor találkoztam Horváth Józseffel, Dr. Horváth Józseffel, akit ajánlok figyelmetekbe a következő műsorban, nagyon érdekes személyiség. De ő Kanadában él, nem? Most. Akkor Tampán lakott, ott a Rákutató Intézetben kutatóorvos volt. És azután költözött New Jerseybe, itt is kutatott, nyugdíjba ment, és utána ment Kanadába. Őróla egy kicsit azért mesélj, mert egy olyan hát a zenekarnak egy meghatározó eleme. Igen, nagyon központi. De egyébként, amikor nem zenél, hanem csak egyszerűen beszélgettek, akkor meg egyszerűen nem állapítod meg róla, hogy ő ekkora agy. Tehát, hogy amit csinál, így az van. Egy fantasztikus dolog, hanem egy holt egyszerűen kommunikáló, bármit elfogad, bármilyen kérdést tőled, válaszol rá minden, és akkor jössz rá, hogy Jézusom, kivel beszélgetsz. Bizony. Ugye? Egy rettenetesen intelligens és nagyon-nagyon szerény ember. Nagyon szerény. Elmesélek egy vicces történetet, nem vicces, egy érdekes történetet róla, ami mutatja a személyiségét. Szaraszotában szokott lenni minden évben egy orvos találkozó. A magyar orvosok találkoznak ott, jönnek Magyarországról, beszélgetnek, előadásokat tartanak. Ő is járt oda, mint orvos, ugye? Illetve professzor is volt, mert oktatott is, vagy egyetemen. Egyik alkalommal mentünk oda, ugye meghívtak zenélni. Tehát nem úgy mentünk oda, mert ő nem úgy ment oda, mint orvos, hanem mint zenekari tag. Uh-huh. Oda mentünk, természetesen sokan ismerték, és sokan nem, mert már néhány évet kihagyott. Elkezdtünk zenélni, persze mindig, amikor bemutatkozik, ő nem azt mondja, hogy doktor, professzor, akármilyen Horváth Jóska, Horváth Jóska. Uh-huh. Tehát ennyit mondom, Horváth Jóska. Uh-huh. És elkezdtünk zenélni, lejátszottunk egy blokkot, megálltunk, ugye először iszogattak, orvosok is csak emberek valahol, és akkor ők is iszogattak, és hát volt hangulat,
az orvos berekeken belül a bocsánat az orvosoktól, mert messze vagyok tőle, hogy akármi rosszat is mondjak róluk, de az orvos berekeken belül a nőgyógyász nem a legmagasabb kategória. És az egyik nőgyógyász oda jött, persze nyilván a legnagyobb hangú, és akkor mondta, hogy hívnak téged? Azt mondja, hát Horváth Jóska. Na, Jóska, figyelj csak, húzd csak el azt, hogy nem tudom micsoda. Uh-huh. És akkor ezt eltudom, hogy kétszer, harmadik alkalommal oda jött a volt elnök, az ő volt elnökük, és akkor leteremtette a fickót, hogy figyelj már, nem emlékszem, hogy hívták a nőgyógyászt. Figyelj csak, te nem ismered a Horváth Jóskát? Hát dehogy nem, hát a Jóska muzikus cigányunk, nem? Hát igen, meg elmesélte neki, hogy hol dolgozik, mit csinál, milyen könyveket írt, milyen kutatást csinál. A fickó így nézett, hát én ezt nem tudtam, Józsi bácsi, gyárt, oké, akkor mi is volt a nótád? És mekkora? Igen, hatalmas. Szóval abszolút nem sértetted, nagyon-nagyon rendesen. A másik dolog, hogy a Szaraszotán lévő magyar fesztiválon elejétől kezdve ott vagytok és játszotok. És amikor vége van a fölépéseteknek délelőtt, meg délután, akkor valahol én azt érzem az ott lévő embereknek, hogy idézőbe teszem, de hogy természetes, hogy ti egy afterpartit nyomtok. Tehát ez egy ugyanolyan, mint a nem is tudom, mihez hasonlítanám, tehát hogy kötelező hozzá tartozni a programhoz. És ugye itt van Józsi bácsi is, meg ti is, hogy hát bizony 4:30-5-ig azért ott húzzátok. Természetesen nem azt mondom, mindenki józan, de ott lelkiismeretesen... Csak a zenekar. Igen, a zenekarból senki nem fogyaszt alkoholt, bár te vele azért szoktál néha forozgatni, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg a böcsülettel végignyomjátok. Tehát ez irdatlan munka. Tehát jó, oké, azt lehet mondani, egy évben egyszer van ilyen. Na de hát akkor is, az 2-3 nap nektek, nem? Igen, igen. A fesztivál alatt az elég sokat szoktunk zenélni. Ez egy olyan, másnak lehet, hogy munka, de mivel hogy nekünk csak hobbi, mivel hogy nem profi zenészek vagyunk, csak hobbi zenészek, ezért nagyon örülünk, hogyha bármikor zenélhetünk. És ráadásul, hogy olyan társaság van, mint például a Szaraszotai, akkor az úgy feldobja a zenekart. Hazai pálya. Igen, és az első, nem is tudom, egy-két alkalom, vagy az első egy-két fesztivál után még nem kezdtük el ezt. Azt hiszem, talán nem emlékszem, hanyadik vagy ötödik után kezdődött el az, hogy mindennek vége lett, le kellett kapcsolni a hangosításokat, mert általában vasárnap van vége, és vasárnap talán 8 órától vagy 9 órától nem lehet hangoskodni a városban, viszont a hangszerekkel lehetett játszani, műhogy akusztikus hangszerek, és a kocsmán, természetesen a kocsmánál elkezdtünk zenélni, és így alakult ki a kocsma buli. És most már úgy is van a plakáton is meg által meghirdetve, hogy akkor vagy szombat, vagy vasárnap este, attól függ, akkor kocsma buli van. Ez hatalmas lehet nektek azért. Nagy élmény, nem? Igen, igen. Hát az a legjobb egy zenésznek, amikor sokan szeretik a zenéjét. És azt vettem észre, ugye én majd 4 évet voltam ott, vagy valami ilyesmi, hogy tehát nem kellett tartom attól, hogy atrocitás érne, vagy beleköd valakibe, ott mindenki, tehát nincs az, hogy játsz, de lesz, mert az a tud, hogy a francokat, hogy magától megy az egész, nem? Igen, mint a Woodstock, mindenki szeret mindenki. Ja. És akkor megy az ölet, szóljon a zene is. És ti meg nyomjátok azért keményen, és mondom, hozzáteszem, mert ugye délelőtt is fölléptek, délután is, vagy hogy olyan táncegyüttes van, néptáncegyüttes, akkor ugye természetesen benneteket kérnek meg, hogy kísérjetek, légy szíves, és akkor még utána jön ez az éjszakai őrrel, de hát ez hihetetlen. Tehát akkor vissza megint az elejére, akkor ugye Szaraszota, és igen, elkezdődik az életed. Hogy és kezdted? Józsi bácsival elkezdtünk zenélni, nem volt brácsás, akkor Józsi bácsi talált egy srácot, aki elkezdett tanulni brácsát, de sajnos nem sokáig csinálta. Viszont Józsi bácsi elég sok helyre járt itt az országban, és már ismerte az Életfa zenekart, a Magyar Ildiéket, mindenkit itt New Jersey-ben, és ő mutatott be engem is nekik. Így kerültem abba a helyzetbe, hogy a Péterrel is nagyon sok helyen találkoztunk. De nem álltál szóba vele. Szavasz. Kollégák voltunk, úgy muszáj volt. New Jersey-ben jártunk a legtöbbet, de van több zenekar egyébként az országban. DC-ben a George meg a Zsuzsi, velük is rengeteget játszottam. A George egyébként egy nagyon érdekes, ez is egy cseh srác.
összejött a Zsuzsival, Zsuzsi gyönyörűen énekel a zenekarban, az Életfában énekel ő is, nyilván, meg ott a DC-ben is van egy saját zenekaruk, és a George unatkozott. Egyébként számítástechnikai szakember unatkozott, és beállt a zenekarba, hogy hát megtanulom ilyen hangszeren. Uh-huh. És megtanult brácsázni. És uh-huh. mondta, hogy neki tetszik a cimbalom is, hát megtanult cimbalmozni. Életem. Meg klarinétozni. Aztán csinált egy nagybőgőt, utána csinált egy cimbalmot, és, ja, és elkezdett tanulni magyarul is. Szóval uh-huh. vannak ilyen... Hát gondolom, figyelj, megkeresed a 10-20-30 ezer dollárját a programozásból, minden, mit kell csinálni? Tehát igazából nem dobja föl semmi, kérnek tőle valamit, kész. Igen, következő de, nincs. És akkor de nagyon nagy érzéke van ehhez. Tehát a hangszerkészítésed. Szóval velük is sokat zenéltem. Hát ahova hívnak, mindig elmegyek nagyon szívesen. Uh-huh. És na, kicsit beszélj már arról a dolgodról is, amikor emlékszem a műhelyet, ahol én legutoljára voltam, a nagyot megszerezted, uh-huh. és akkor ugye ment a csinosítás, a design, a minden, és hogy na ez honnan jött neked? Tehát, hogy elkezdtél autókat szerelni, te is úgy ráértél valamikor, és akkor... Hogy... Nem. Először is autók karosszéria és fényezéssel foglalkozom. Karosszériavítás és fényezéssel foglalkozok. Meg van egy kereskedő igazolványom, most lefordítottam magyarra, uh-huh. egy kereskedő igazolványom, mert itt nem lehet csak úgy vásárolni árverésen, hanem ez az igazolvány kell hozzá is. Veszek néhány projektet, megjavítjuk, eladjuk, ezzel is foglalkozom. Van egy ilyen szakmám, soha nem gyakoroltam, mert én elég hamar, vagy 19 éves koromban már elköltöztem otthonról. A zenét már kapjuk kintről. Igen, valami hangszert sikerült találni, igen. Először Ausztriába mentem, Bécsben éltem, hazamentem, hiányzott Magyarország, ment a zene, elmentem Olaszországba, Észak-Olaszországba, Szüttirolba, aztán utána ott voltam egy év, utána megint hazamentem, utána elmentem Németországba, ott is kint voltam, vagy kétszer, megint hazamentem, és Németországban laktam, dolgoztam, amikor ide kijöttem 2 hétre. Uh-huh. Úgyhogy ezt a szakmámat én nem gyakoroltam otthon. Amikor ide kijöttem, akkor, és ott voltam Floridában, kérdezősködtem, mit lehet csinálni, miből lehet megélni, és mondták, hát mihez értesz? Hát kocsikoz egy kicsit. És akkor elindultam ezen az úton, dolgoztam sok helyen. Valakinek dolgoztál? Igen, egy amerikai srácnak kezdtem el dolgozni, és közben azért hajnalban dolgoztam egy pékségben is. Hát utána, biztos, ami biztos. Igen. Aztán voltam közben pincér, de az autós szakmát ezt mindig csináltam mellette. Tehát ez, uh-huh. az autós ez mindig megvolt, és közben mindig volt a második állásom valami extra. Körülbelül, vagy nem tudom hány évig, vagy 5-6 évig. Miután azt mondtam, hogy jó, hát akkor gondolom, hogy elértem azt a szintet, hogy akkor megcsinálom magamnak a saját műhelyt. És akkor megcsináltam a műhelyt, amikor megvolt a műhelyem, azután egy fél évvel körülbelül kijött az édesanyám, meglátta, elvittem oda, megmutattam, anya, ez az én műhelyem, ezt csináltam, és szegény sírva fakadt, de nem a gyönyörtől, mert annyira gáz volt. Szóval pityerget, és kisfiam, hát ezért jöttél ki. Ezért kár volt. Igen. De mondtam, de ez az enyém. És azóta már a negyedik van, az a nagy, amit láttál, ez már egy... Ez ilyen amerikás, tehát ez igen, a... Igen. Ez olyan belépsz, és az a túlpíl van. Igen, azt hiszem, 8 autó befér, még hátul, még vagy 60, meg... Hát igen, meg ugye tett hozzá, hogy van festőműhely, nagyon komoly festőműhely. Igen, festőműhely, mindent csinálunk. Hát látta, uh-huh. jet kijavítás, motor, régi autó felújítása, de az újakat is, ami mondjuk árverésre vettük, és totál káros volt, azt is megjavítjuk, szóval, hogy minden. Minden. Én egyszer fölhívtalak, hogy Jánosom, nekem kell egy Maserati. Azt mondja, figyelj, ne akarját egy Maserati. De mondom, én figyelj, nagyon szeretném, szerelmes vagyok. De várja János, tehát nekem nem az új kell, nekem az a kicsit régebbi. Azt mondja, Attika, ülsz? Mondom, ja, hát kocsiba vagyok. Azt mondja, jó, mert egy hete adtam el, átküldte a képet, és
Na akkor elkezdtem megint dobálni mindent a kocsiba. Hát mondom, figyelj, nem hiszem el azt, de szerinted nekem honnan kellene tudnom, hogy te ilyen Maseratit akarsz, érted? Majd megmutatom a gépet, bejátszunk. A Biturbo? A Ferrari motoros. Ez a kupé, aha, ez a kupé, ez a régebbi. Ferrari motoros, aha. Az egyik a leggyönyörűbb hangú autó, de egy darab szar. És ezt most is lehet, hogy sokan meg fognak kövezni, de havarumnak volt, 20 ezer mérföld volt benne, az ülések szét volt, a gombok szét voltak benne törve, a navigáció sosem működött, a lámpa, tudod, így félre de volt állva. Nem az a lényeg. Gyönyörűen néz ki, de az egész autó egy darab. Nem az a lényeg. Mint a Lamborghini, Ferrari, stb. Sorolhatnánk. Az összes többi ugyanez. Ugyanez. Az örök csörök, de mégis az. Ja, nagyon. Azért vicces, mert én a Janival el tudok beszélni autókról, mert idefelé is jöttünk, és csak autókról beszéltünk, igen. Az, hogy versenyezünk ezzel a BMW-vel, vagy ne, akkor a Trabant exportokról, meg hát a sebesség. Igen, már ott átküldtem egy képet, a SMS-ben azt próbáld esetleg bejátszani, ja. De majd biztos, hogy berakjuk ezeket a képeket, jó? Jó van, akkor bejátszom főnök. Hát csak nézd, meg, megnézem. Majd megmutatom a nézőknek is. Hogy mondjuk ez nem tetszik. Ne figyelj, nekem, neked nem tetszik, de... De ne oda tegyed, majd mindjárt beteszem. De csak kicsit játszmán be. Hát azért nem mondja valaki azt, hogy ez nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Ez olyan... Ez egy bronz fólia rajt egyébként. Ezt Jánosom nagyon eltalálta. Nagyon barátom csinálta. És akkor azt írja, Attika, nagyon kellene a fesztiválra. Ja, az már más. Na, szóval ez volt a Maserati. Ez a reklám. Ez volt a kicsit futassunk. Ez volt a Maserati sztori, ami nagyon jó volt. És egyébként a másik dolog, hogy mindig bementem hozzád, amikor ráértem, és ugye kaptam kávét, ott a kollégáiddal összespanoltunk minden. Feltartottad őket. Igen, beszéltünk jó sokat. És te meg mindig azt mondtad, Attika, de mesélj már, mi újság veled, és úgy kíváncsi voltál. Tehát neked jól áll ez a riporteri feladat is szerintem legalábbis. De hogyha nem te, akkor ugye a lányod majd bebizonyítja. Hogy... Mindenképpen, igen. Nincs, hogy kíváncsi vagyok, de ő beszélni is tud. De tényleg olyan jó elbeszélgetni veled. Olyan, az volt mindig az érzésem az első pillanattól kezdve, mint hogyha ismernélek ezer éve. Tehát, hogy valahogy nem tudom miért. Milyen hónapban születtél? Február. Február te is február? Halak. Hal vagy. Én meg december 16. Akkor, na mindegy. Akkor miért mondtad, hogy te is február? Nem, hát a Jászmin is. Nem? Január vége. Ja, aha, január vége. Vizes. Ő is vizes. Aha. Akkor ezért szereted a vízi sportokat, nem? Lehet. Ja, lehet. Meg van Péter a... Már betettem, de betesszük még egyszer. Volt még egyszer. De most már beszéljünk már, úgyis elkezd. Mennyi írattad-e? Tessék, itt van. Mennyi írattad-e? Nem került sokba, azt hiszem 13 ezer dollárért adtam el. Aha. De valami brutális. Nem most... új darab már, de hát nagyon-nagyon. Van egy barátom, a Rudi vette egy Maserati a Ghiblit, ugyanakkor volt neki, amikor nekem ez, és akkor bejárt ő is, bejött a műhelybe, mondta, hogy nézzem ezt a régi KH-t, add már ide. Uh-huh. És akkor elvitte, ő nagyon jól vezet motort is, mert járunk együtt motorozni, drifttel, uh-huh. És visszajött vele, akkor mondta, hogy hát remeg a kezem. Nem mondom. Igen, és neki a Ghibli volt. Ja. És ebben tényleg a Ferrari motorban? Igen. És olyan váltó is, tehát úgy is hívják, hogy F1-es váltó, ami azt jelenti, hogy ez igazából egy manuális váltó, uh-huh. Viszont a kormányon van, de nem úgy, mint az új BMW-k meg, tehát uh-huh. Egy automata váltó, és akkor kormánya változ, hanem a kormányon van egy váltó, amit megnyomsz, és egy pumpa teszi be a manuális váltót a sima fokozatban, váltó. Amit aha. Te szeretnél. Így wow. Van. És hogyha az, olyan, mint a Scuderia, az nagyon gyorsan változ, 0,1 másodperc. Igen, az... nagyon-nagyon gyors, és olyan, mintha a kuplungot így rárugnád. Tehát, uh-huh. Hogyha váltasz fel, akkor így hármasba, így szépen keresztbe áll, ilyen, nem tudom, 80-nál. Vagy... Nem biztos, hogy nekem való lett volna, de hát azért biztos megyek vele. De régi darab, de igen. Olyan régi darab, mint én. Ja, de viszont, oké, most azt mondom, csak 400 lóerős, mert nem olyan nagyon gyors. Mert vannak nála sokkal gyorsabb autók, csak maga, hogy uh-huh. a nagyon jó hangja van. Hát a hangja, igen, az hibátlan. Igen, az volt. Nem is tudom, mi lesz itt az elektromos világban. Most a haveron vett egy Teslát, és akkor, hogy
ráléptem a gázpedálra, hát az tényleg leszakadt a vesénytől kezdve mindenben, olyan gyorsulása volt, de azon kívül meg steri, persze tökre tetszik meg, hogyha lenne pénzem, biztos vennék, de nem tudom, tehát az egy ilyen Ferrari hangos régi Maserati, amikor oda röffen egyet azért, na mindegy, ne is menjünk ebbe bele. Na, és akkor kijöttél, szaraszotta, elindult az életed, ott volt ez a gyönyörű műhely, és akkor meséld el a Timivel a találkozásodat, a pároddal, a feleségeddel. Hát, ahogy mondtam, 2 évvel később találkoztunk, mint ahogy kijöttünk. De ő néptáncolt? Nem, semmi köze nem volt, se a néptáncolt, se a népzenéhez, semmihez. Szaraszotában ismerkedtünk meg, 15 és fél, 16 éve vagyunk együtt. Elég kemény. Már mint Timi. ezt úgyis felvételről vett, tehát ezt vagy csak később fogja hallani. Mit mondtál te, János? Nem, csak voltam kemény a vízügy New Yorkban. Igen. Ja, hát szerencsére elég jó a kapcsolatunk. Ebből a kapcsolatból született Jászmin, és hát azóta is együtt vagyunk. Az az érdekes, hogy már te is itt élsz 19 éve, ha jól 18 éve itt élsz. Tök jó beszélsz magyarul még mindig. Azt tudom, hogy beszélsz angolul. Beszélsz nagyon jól angolul is, de hogy meg a másik dolog, ugye de gondolom a népzenéből is adódik, hogy tényleg ez a magyarság tudat, ez nagyon benned van. Tehát ezt nagyon tartod. Én ezt tudom. Igen. Szeretem a magyar kultúrát, a népzenét, a népdalokat. Ezen nőttem föl, nekem ez az életem. Ha hiszed, hanem sokszor motorozás közben is ezt hallgattam, megyek, nem tudom, a pályán, vagy akárhol, mint egy, nem mondom ki, mert így megnézi. Uh-huh. Szóval, hát 60-nal, amennyivel lehet. 60-nal. Akkor is szoktam ezt hallgatni. Szóval tényleg? Szeretem. Aha. Hát én szeretném, hogyha a kislányom is ezt tovább vinni, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon tetszik neki, mert szerencsére eddig lekopogjam, nagyon szépen beszél magyarul. Rengeteg munka van benne, meg sajnos látom, akiknek nem beszélnek a gyerekek magyarul, tudom, hogy miért, mert nagyon sok meló. Uh-huh. De ti ezt beleálltatok, ezt nyomjátok. Hát a kis sajszi majd bejön akkor, tehát nem tudtam tőle olyat kérdezni, hogy azt mondta volna, hogy ne haragudj, hogy nem értem, mit mondasz, hanem egyből csuklóból 5 és fél, 6 évesem nem lehet nála tudni. Azt mondta, hogy ez titok, ezt el ne árult senkinek. Már most tagadja a korát, mert igazi nő. Most tagadja a korát, és hogy tényleg ez egy pozitív dolog, és ez annyira tetszik nekünk a Péterre, és amikor tényleg a vendégek erről mesélnek, hogy a gyerekeik ugyanúgy beszélnek, persze, hát nem tudnak helyesen magyarul írni, mi se tudunk, de főleg ugye mi ott több időt töltöttünk el, de az, hogy a gyerekek, oké, csak beszéljen magyarul, tehát ez a lényeg. Már akkor tovább vitt valamit az egészből. Várja, Attila, nem csak magyarul nem tud helyesen, hanem angolul sem, vagy még nem ír, vagy még nem jár iskolába, vagy most kezd el járni. A Jászmin, de azok a vendégeknek, igen, akinek itt volt, ja, a gyerekei. Ja. Azt mondom, a vendégek nem tudnak helyesen írni. Köszönjük kár, a vendégek nevében. Kár nevébe belemenni. Nyugodtan. Azt akartam még ezzel mondani, hogy tök jó, hogy a kocsiba beszélgetünk, vagy bocsánat, a Jászmin beszél, és kérdezel tőle valamit, ha magyarul kérdezed, akkor magyarul válaszol, ha angolul, akkor angolul. Uh-huh. Szóval tök életem. Na már halljuk. Itt már megy a küzdelem, pedig még kellene, hogy bírja egy kicsit. Valahogy tartsátok vissza, kötözzétek le. Az előbb ráragasztottam a száját egy poénból blue tape-el, és készült, 3000 másodpercig se volt rajta. Viszont a csiki bomba az nagyon ment, meg a dobálás, majd mindegy, szerintem már ott lennét dugja. Igen, az üzenetet az ajtó alatt. Apa, van másfél percet, és bemegyek. Igen, mert rengetegen járnak hozzánk szerencsére a barátok is, családtagok, meg zenekari tagok. Uh-huh. Mikor jönnek le mondjuk Józsi bácsik, vagy Magyarországon szerencsére a nővérem, sógorom sokat szokott jönni, barátok, a Bürkre zenekar volt többször, más zenészek is, akkor sok mindenkivel találkozik, és emiatt megszokta, hogy idegenekkel barátságos lehet, tehát nem lép úgy nagyon vissza, tudod. Hát igen, meg hát a zenész ember az egy lazább gondolkodású, igen. Tehát azért, sőt, hát hogyha az én barátaimról beszélek, zenészekről, akkor szinte majdnem azonos szinten vagyunk ugye a Jászminnal, tehát hogy le tudunk odáig csúszni, hogy tök jól érezzük magunkat, és nem nyűg az, ha dobálnom kell, vagy csikiznem, vagy bármilyen történet. Megfordult a fejetekbe bármikor is, hogy visszamentek, hazamentek Magyarországra? Magyarországra, hát mostanában nem, sajnos. Én nem szeretnék politizálni,
De ami Magyarországon van most, én nem szeretnék olyan helyzetben élni. Uh-huh. De szoktatok haza járni? Igen, minden évben, ha tudjunk, akkor kétszer is megyünk, most is voltunk nyáron. Nagyon szeretem Magyarországot. Szerintem nyáron a világon a legjobb hely. Igen. Tehát annyi buli, minden jó, minden szép, nem tudom, de ez az a baj, hogy 2,5-3 hónapig tart, és utána bezárnak a kapuk, és most nem csak a Covidra gondolok, ez az előtte lévő időszakban is így volt, és semmi nincs tulajdonképpen a tavaszig. De azért látod, mégis itt van benned az, hogy te magyar vagy, és itt Amerikában csinálod, meg is tesztek elég sok mindent érte, ez hihetetlen, komolyan. És szeretném, hogy Magyarország, igen, hát hogy szeretnék Magyarországon élni, hogyha nem jelenne, mint most. Akkor így fejezem. Hát így nyerni $1 millió, és akkor hazamenni vele, nem? Az se rossz, igen, de az a baj, ez nem változtatja meg a politikát. Hát, meg ja, a... igen, ott körülötte, igen. Magát azt a dolgot. De egyébként ebben a műsorban nem is beszélünk politikáról. Akkor ezt elengedjük messzire, hanem inkább azt mesélj, hogy milyen terveid vannak még itt, vagy nektek közösen, mint családnak milyen tervek vannak? Milyen terveink vannak? Hát gondolkodunk Jászminnak még egy testvéren. Meglátjuk, mert most már kezdek kiöregedni azért. Vagy utolérlek. Na, hát figyelj, ez a 40 párral, nem mondd én nekem. De... hát meglátjuk, hogyha sikerül, oké, hanem ő is elég, hidd el. csak az a furcsa, ugye neked van testvéred, a Péternek. Igen. Is, nekem nem volt. Tehát az egy kéknek annyira nem jó. Tehát az bizonyos... mindenképpen lesz, nem szeretném, hogy ilyen legyen, mint te. Nem, az a baj, hogy de. Már ilyen. Érted? Tehát látom rajta, hogy imádom. Tehát, tehát a három fiam mellé nekem egy ilyen csaj kellene, esküszöm. És én bírnám energiával, lehet, hogy a 18. hónapban, vagy mit tudom én, 13 éves lesz, akkor egyszer tük, megáll a szívem annyi, mert ugye annyi energiát beleteszek, meg ugye ökörködünk, meg baromkodunk, de az biztos, hogy én ilyet akartam. Mondjad, Péter? Azt akartam mondani, hogy azt mondtad, hogy bírod energiával? Bírnád? Hát figyelj, hozzászoktatnám, hogy 8 körül ágyba vagyunk, tehát alszunk. De nincs mese. Addig keményen. Meglátjuk ezt a 8 órát, figyeld meg, hogy mikor fog aludni. Hát nem tudom, mert hát most 8-12. 8, igen. Na mindegy. És akkor tesó a terv esetleg, vagy, de maradtok ott Floridában, az nektek tökéletes. Én mindenképpen szeretnék Floridában maradni. Meglátom, hogy milyen lesz a műhely, vagy hogy milyen lesz a munkám, de nyilván jó lenne hazamenni nyáron arra 3 hónapra kielvezni, hogy milyen jó az ország. Aztán vissza szépen Floridába. De az igazi floridaiak vagytok. Azt hiszem, hogy megtaláltuk ott a helyünket. De mondom, tehát annyiszor kérdezik tőlem, hogy miért jöttünk el, és mondom, figyelj, ez a saját én döntésem volt, meg a páromé, de nagyon sok barátom ott van, és ők imádják. Hát ugye köztük mindig rád is gondolok, hogy hát imádj, és látom, mikor ott vagytok, hogy ez az életetek, és én valahogy azt a meleget mi nem bírtuk. Hát igen, ez meg kell szokni. Ez botrány. És akkor ugye mindig te mondtad nekem, hogy Attika, bírd ki, mert ez a 3-4-5 év, és megszoktad. Igen. Figyelj, hát én is egy sült csirke vagyok, hát állandóan korom fekete, akkor tényleg cigány gyerek voltam. Hát, meg hát, a páratartalom. A párat az brutál. Az brutál. Igen, de hogyha, ahogy akkor is mondtam, hogyha megszakod, akkor utána nagyon jó. Mert tök jól éreztem magam veled, amikor elmentünk a bontóba például, és akkor segítkeztem, amit minimálban én tudok csinálni, meg ahogy mentünk, az nekem tökre tetszett, csak mondom nekem, ez olyan fura volt ez a pára, meg a fú, akkor mondtad, hogy hát igen, itt szokott tél is lenni, hát hogyha délután elalszol, lehet, hogy átalszod a telet, és mondom, ilyen bőrcseki, meg farmer, hát azt felejtsd el, ilyen nincs. Hát a lányoknak be kellett vásárolni most téli ruhát, mert én szoktam jönni zenélni, szerencsére nekem van, de nekik nem volt, úgyhogy igen. És hogy érzitek most itt magatokat? Nagyon jó, rettenetesen hideg van. Tehát ez így, és ez most kezdődik a tél? Igen, azt szokták mondani, hogy így felhigul a véred, amikor ott vagy, tudod, a meleg éghajlaton. Most besűrősödik? Igen, és hát nem tudom. Látom, hogy miért nem szeretném a telet úgy hosszú ideig. Szóval, ahogy mondtam is, tudod, egy hétvége, vagy egy hét, nagyon szép, nagyon jó, aztán vissza szépen. Köszönjük, ennyi. Milyen autód van most, ami a tiéd? Ezt kérdezte a Peti is, most csinálok magamnak egy Jeep Wranglert. Hát úgy szépen, tudod, megemeltem, nagykerék,
speciális festés, stb. Minden van rajta. Mert azért tegyük hozzá, hogyha tételezzük, hogy néznek meg, hallgatnak bennünket, azért tudni kell, hogy hogyha még nem jártak itt Floridában, Amerikában, akkor az átlag autó Jeepnek, vagy a terepjárónak a magassága az 1,5 méter, alaphangon a gumia. És még utána jön a kaszni. Én láttam olyan trakokat, hogy hát lépcső sor volt föltéve, hogy be tudjon ülni a fülkébe, és hogyha a mostani 8000 köbcentis autóm, amit átküldtem neked, én szerintem nagyon sok trakk alatt például el tudnék menni. Tehát nem lenne semmi gond vele. Mert... Na, egy ilyet építek most. Egy olyan építek? Igen. De... Hát 37-es gumik vannak rajta, az nem tudom hány centiméter. Az mennyi lehet? Péter? Majd mindjárt kiszámolom. Jó, hát az érdekes, mert ilyen hát magas. Igazán 37 incs. Azt a cica van olyan. Ha 12 incs az 30 centi, akkor az különben majdnem egy méter. Mi a 30 körülbelül centi? A 37 incs az majdnem egy méter. Ja, méter. Hogyha 12 incs, 12 incs az 30 centi, akkor 36 incs az 90 centi, 90-nél kicsivel több. Hát akkor egy méter. Az kemény. És ez csak a gumia. Igen. És még erre gondolom. Hát az emelés, meg a kaszti, igen, az még úgy. De volt már olyan álmaid autója, ami úgy beesett, és... Nekem mindegyik az, amelyiket úgy megtartom egy darabig. Megcsinálom, olyan szeretem. Szeretem a gyors autókat, szeretem a jeepeket, szeretem a nem tudom, ilyen régi. Például van egy Oldsmobile Cutlass-em, egy 72-es, az még messze van attól, hogy készen legyen, az is a sajátom, és azt is sajátomnak, vagy saját magamnak fogom csinálni, de általában, amikor megcsinálom, szerencsére jól szokott sikerülni, és akkor kiveszik a... Ő az. A másik, hogy ugye folyamatosan nyaggatalak téged, hogy egy ilyen 56-os vagy 60-valányos Porsche-t szeretnék, az azóta összejött, vagy volt átverésen? Láttál valamit? Igen, pont a napokba küldött át egy barátom, mert volt nekem egy 74-es Porsche Targám, és egy Mexico Cake, az volt a neve a festék kódnak, és elég ritka, és pont talált egy olyat, és megkérdezte, hogy ez nem a tiéd. De pontosan úgy nézett ki, viszont itt volt eladó, hát most nagyon drága már. Én Németországba küldtem, odaadtam el. Wow. Az egyik álomautó az is az volt, akkor jöttünk nemrég össze Timivel, és azzal kocsikáztunk a városban. De mi volt? Mi volt az álomautó? Ez egy 74-es Porsche 911 Targa. Volt. De én azt nem láthattam. Nem, még előtte volt. Biztos, hogy... Igen, és Jézusom. Igen, és az a Targa mondjuk ott a középső sor második. Jézusom, hát Jánosom, ugyanez a szín volt. Azt azért lehet, hogy kölcsönkértem volna egy napra. Én is nagyon sajnálom. Gyere be nyugodtan, vedd ki a kabátot, tudom, hát most elmentek szellőzni, a kisasszonyja gondolom, ugye? Igen. Mert olyan energiával rendelkezik. Messzire azért nem menjetek, mert utána ő következik. Na, szóval én nekem ez a James Dean féle Porsche-s dolog, ez fú, nagyon bejön. Most szülinapomra kaptam egyet, de csak maketbe az. De hát az jó, mert szugerálom. Tehát ugyanúgy, mint az Oscar díjamat, és ezt is most már úgy szugerálom. És még bejöhet. Mert ki tudja, hogy mit hoz a holnap, érted? Én nem adom föl. Dolgozunk, illetve hát a karosszéri részét megcsináltuk már a barátomnak, Bertalannak van egy 1960-as 190 SL Mercedes-e. Az is nagyon szép, az egy ilyen filmbe illő, tehát a James Dean-t említetted, hogy az... Az ott van. Nekem érdekes ezek a régi autók, meg egyszer volt, mikor ott voltam a nálad egy ilyen BMW, ez a sport BMW, és emlékszem, beleültem, és mondtam, Jánosom, mennyi? És akkor mondtad, hogy Atika, ez nem biztos, hogy neked van, nem emlékszem az összegre, de ilyen 50 ezer, 60 ezer, vagy nem, 40? Ó, nem, az a kék, nem az... kékfehér volt, tudod? Aha, mert? Nem, az kicsit több, az... az mennyi volt? Nem tudom, az egy BMW i8-as volt, de az akkor jött még ki, tehát hogy az első között 150, volt. 150, akkor már 200. Igen, akkor még az első között volt, és van egy... csoport, egy ilyen fiatal srácok, vesznek ilyen új autókat, gazdag szülők, McLaren, i8-as, Ferrari, stb. És valahogy megtaláltak, egyébként megcsináltam egy kasztümre az autót, átfestettük, tetőkerék, nem tudom, minden, és azóta hozzám járnak szerencsére, úgyhogy
Ez az egyik ilyen volt. És akkor abba beleültem, hogy éreztem, hogy az enyém. És akkor mondtam... És ki kellett segíteni, hogy kiszállni. Ezt akartam mondani. Hogy nem volt egyszer történet, de hát az az autó, amit tőled vettem, a Volvo például nagy szerelem volt, az hibátlan volt, meg hát millió egy ilyen autós történet, de hát veled ugye motorról, autóról bármikor. Várja. Zenéről, sportról, vizitről, igen. Mindenről. Akkor egy trivia kérdés, mekkora motor van abban az i8-asban? Figyelj, nem tudom, én felhasználó vagyok, szóval hol érdekel engem? Körülbelül akkora motor van benne, mint most a te kocsidban. Igen? Uh-huh. Miért? Egy háromhengeres, 1,5 literes BMW motor van benne, amit most a Minikbe tesznek. Most az Edit Mini-jébe egy nagyon motor van, de abban egy 1,5-ös motor... Esküdj! Igen, ez is igaz, de ez csak egy ilyen részigazság, mert elektromos az autó. Tehát igen. Az csak kisegíti. Tehát az elektromos része az úgy megy, vagy egy kicsit jobban, mint a Tesla, amit kipróbáltál, de ez egy ilyen segédmotor van benne. Ja. Van benne egy ilyen is. Tehát nem és jobban megy, mint a Tesla? Igen. Tényleg? Azt hiszem, igen. Nem vagyok benne 100% biztos, nem. De azért utána lehet nézni. Hát a korához képest. A korához, akkor igen. Tehát abban a kategóriában. És ami nagyon szánalmas benne, hogy a hang, mivel hogy kis motorról menne, nem lenne jó hangja, és a hangot a hangszoróból beállítanak. Igen, szörnyű. Igen. De ezt már több elektromos autónál is csinálják. Ja. Uh-huh. Most látod, a Teslának van az a plaidbe, hogy rá tudsz tenni egy USB drive-ot, és bármilyen hangot hozzá tudsz adni, azt nem láttad? Hát figyelj, nekem bocsánat az alpáj dolog, de ez nem tudja, hogy banána a zsebedbe járkálnál. Szóval minek? Ha nem az van, akkor minek? Hát igen, mint az alkoholmentes sör például, azt se értettem soha, na mindegy. Jánosom, ez zseniális, tehát igazából nem tudom, mennyire kaptak képet rólad, és mennyire sikerült téged bemutatni, de veled lenni kell. Én ezt mondom mindenkinek, és tényleg hát te is tudod, hogy tehát most nem vagyok meleg, meg minden, de tényleg szeretlek. Tehát, hogy annyira szerettem oda bejárni hozzád, meg valahogy a kollégáid is, jó, hát sokszor lesz itt, hogy most matika csúszás van, mert én imádtam oda, nem tudom. Tehát én semmi közöm az autószereléshez, meg a motorszereléshez se, de úgy imádtam ott lenni, olyan jó volt. Sok ügyfelem ezért jön vissza, igen, mert úgy érdekel, hogy mi van velük, vagy hogy mi a problémájuk. Tehát nem csak a pénztárcát nézem, hogyha bejön valaki, hanem hogyha úgy van, akkor, és tudok, akkor segítek. Hogyha sok pénze van, akkor elveszem. Nem. De nem, azt tudom, hogy például ugye mentem hozzád, hogy kellene rendszám, meg minden, és akkor mondtad, hogy oké, és mi a kérdés? Hát mondom azt, hogy lesz rendszám, nem, ez nem kérdés. És akkor mondtad, hogy mennyi, oda le, és akkor már tényleg 3 nap múlva volt rendszám. És ez egy abban a helyzetben, hogyha valaki oda kerül, mondjuk Szaraszat a környékére, biztos érdemes, hogy téged keressen, mert ugye ott van a nagy semmibe, azt se tudja, hogy merre kell mozdulni. És most nem elég sokan jönnek egyébként ilyen új emberek, vagy új Magyarországról. Tényleg? Mert ide New Yorkban nem. Nem? Nem. Floridában nagyon sokan jöttek. Tényleg? Most. Igen, igen. Viszont nem én vagyok az egyetlen, tehát rajtam kívül még ismerek 3 magyar srácot, aki ugyanígy csinálja a műhelyt, van dealer license-el, tehát tud venni árveréssel autót, kereskednek, úgyhogy vagyunk többen szerencsére. Jó, de nem azt mondtam, hogy te vagy egyedül, de hogyha most valaki néz bennünket és elindul Floridába, akkor én most téged ajánlok. Nagyon szépen, köszönöm. Hát, biztos, hogy jó a kávéd, minden, igen. Tehát hibátlan. Meg veled lehet csavarogni is, érted? És mi a neve az üzletednek, vagy hol lehet megtalálni, vagy hol tudnak téged megtalálni, mondjuk a social médián, vagy ilyesmi helyen van? Megmondom őszintén, hogy nem reklámoztam soha a műhelyemet, csak szájról szájra terjedt, és hát szerencsére így is nagyon sok munkánk van. A Cars for You az a cég neve. Közel vagyunk a belvároshoz, a 11-es utcán, hogyha valakit érdekel, engem mondjuk meg tud találni Facebookon, vagy ha nem az első, de a második ismerősön keresztül biztos szarazatában, mert mindenkit ismerek. Jánost mindenki ismeri. Tehát ez, szia, ismered Jánost az autó fényezőt, vagy kereskedő, vagy persze, hát mennyi itt, aztán balra, jobbra is ott van. Tehát ez... Igen. És aki hozzád jön, és ha bemondják azt a kódot, hogy Móka Podcast, akkor 10%-ot kapnak. Így van. Hát csak győze várni. Ez fantasztikus. Zenekar hogy áll most? Pörögtök, mentek? Sajnos nem. Hát Covid nekünk is betett egy kicsit, nagyon lelassultunk ezáltal. Sőt,
van egy jó hír is, ami igazából a fiataloknak jó hír. Nekünk nem annyira, hogy felnőtt egy generáció az Életfában, és most már ők zenélnek. 16-17 éves fiúk. De jó. És igen, igen, és néhányan táncosok volt, és ők mindannyian táncoltak szerintem. Valakinek az apja brácsás, valakinek táncos volt, oda járt, megtanultak táncolni, szerették a népzenét, itt születtek nyilván mindannyian, és ők is az Életfa tagjai, és ők viszik tovább az Életfát. Ami úgy a mi környékünkön van, nyilván mit csináljuk, mert drága az úti költség, nyilván ilyenkor mindig kiszámolnak mindent, hogy hogy a legköltségesebb, de a fiatalok itt, ezen a részen, tehát New York, New Jersey, nagyon ügyesen csinálják, és büszkék vagyunk rájuk. Pedig azért neked a sportolói múltadból, a zenész múltadból, gondolom néha hiányzik, hogy elmenni, zenélni, szállodába aludni, és hazamenni. Meg barátoknál, tehát amikor feljöttem, mindig barátoknál, táncosoknál, zenészeknél, tehát olyan helyen voltunk, hogy akkor ugyanúgy hajnalig ugye még ráhúztunk egyet, aztán utána másnap haza. Mi lehet neked a zenében a csúcs? A top, amit elérsz, és azt mondod, hogy na, ezt megcsináltam. Valakivel együtt zenélni? Vagy itt egy olyan magyar fesztivál? Tényleg külföldi fesztiválon, mondjuk egy amerikai fesztiválon fölléptetek már? Hát oda jöttem, ugye egy amerikai fesztiválra. Ja, az ekte amerikai. Igen, az egy ekte amerikai fesztivál. Csúcs nem igazán van. Tehát nagyon-nagyon sok jó dolog történt az életemben, szerencsére a zenével kapcsolatban. Ha tehetném, még egyszer ugyanígy kezdeném, tehát még egyszer elkezdeném. Annyi, hogy talán komolyabban nekiállnék, mert teljesen autodidakta módon tanultam zenélni, ami miatt voltak hátrányaim. Ezért maradtam hobbi zenész, de szerencsére játszottam nagy nevek, tehát a muzsikással nagyon sokan voltak nálunk, amikor jöttek Floridába zenélni, és általában majdnem minden zenész kikötött ott a házunknál, és akkor ott zenéltünk, vagy rengeteg embert megismertem, szóval maga olyan, hogy csúcs nincs, azt hiszem, hogy ebből szeretnék még többet. Péter, szólja a Totált, azt meg akkor behúzom a hasamat. Attila, Totált adok be, húz be a hasadat. Mondja kint a beszélgetésnél a kérdezett valamint a kisvörös tőled, hogy mennyire változtunk, nem tudom, és akkor mit mondott a János? Attila nőtt a hasa. Nem, azt mondom, semmit nem változtam, nem öregettetek. Ja, igen. Attila nőtt a hasa. Attila nőtt a hasa. Megdicsértelek, hogy feldobtam valamit, és utána. Igen, hát nem öregettetek semmit. Atti hízott egy kicsit, ez is lényegtelen. Na, hogy álltok, lányok? Mert muszáj megmutassuk a Jászmint, és hogyha ő csinál egy tévésót, vagy színésztő lesz, vagy bármi, akkor mi több büszkék leszünk rá, hogy mi fedeztük föl, érted? Innen indult a Móka Podcast-tel. De ez hihetetlen, hogy mondjuk ismerlek téged, tehát jó, oké, te nem akartál egy műsorvezető lenni, meg ilyen dolgokat csinálni, de azon kívül tényleg egy ilyen központi figura vagy, és azért a társaságban is jókat mondasz, tehát szórakoztat az egész történet, de a kislánynál ott visszaütött minden. Ugye azt mondtam a legelején, hogy nagyon keveset beszél, és alig lehet megszólítani, meg minden. Mindjárt látni fogják, várjátok, kinézek egy pillanat. De nem kell kinézni, mert szerintem elmentek gyalogol, elmentek sétálni, hála de nem, hát direkt mondtam, hogy nem menjenek se. De nem, figyelj, addig itt lehet beszélgetni, például beszélgetünk az autókról, én imádom, a zenéről, akkor miről beszélhetünk még? Beszéljünk a csajokról. Ja, most nincsenek a csajok, a lehet, igen, de várjál, visszanézik. Hol vagytok, gyertek? Egyébként, hogy amikor persze nem tudod kiválasztani, fiú vagy lány születik, de mire gondoltál, hogy mit szeretnél? Én lány szerettem volna. Tényleg? Igen, a Timi fiúd, én lány szerettem volna nagyon, sok barátom nem is értette, hát mindig azt mondják, hát a fiú elmész motorozni, nem tudod mindent csinálni. Hát Jászmin szerintem bebizonyítja majd, hogy hát vele is amennyit ismertem most itt belőle ebből a 10 percben, hát biztos elmegy motorozni veled, azt nem is kérdés, meg bármi olyan dolog. Péternek meséltem, hogy van egy oldalkocsis Pannoniám. Wow! Igen, egy floridai rendszámmal, itt vásároltam, tehát nem kihoztam magamnak. Miután eljöttél, nem sokkal. Sokkal. A cica manóját. És kihoztam már nagyon sok alkatrész bőrönbe, hogy felújítani. Jászmin az egyik, aki állandóan mondja, hogy mikor lesz kész, mert az oldalkocsiba akar motorozni. Drágám. Úgyhogy nem akarok fiút nevelni belőle, félre ne érts, csak hát ő belőle ez így jön. Szóval azt szoktam mondani, hogy
hogy az udvarlókat nem az apától kell majd félteni, nem ő magától. Ő magától, neki készíti őket. Jó, apukám, nem bírod a tempót? Hát ülj már egy kicsit, dehogy ülünk el, még vezet dolgunk. A fiúk majd hozzájönnek, tudod, leülnek, hagyjunk már egy sört, ugye? Ja, valamit János, segíts már, mit kezdek a lányodas, apukám, te udvarolsz neki. Kösd fel a gatyát. Ja, kösd fel a gatyát. Ez hihetetlen. Feleséged el van minden, imádja? Igen. Hát óvónő lett. Uh-huh. Neki hát több szakmája is van, de miután Jászmint beirattuk óvodába, és egy elég jó óvodába járt, megtetszett Timinek ez a légkör, uh-huh. és mondta, hogy hát ő szeretne ezt csinálni. És akkor elkezdte az iskolát, elkezdett ott dolgozni, és akkor tudod, itt nem úgy, mint Magyarországon, hogy megcsinálsz egy óvónőképzőt, hanem lépcsőnként mész uh-huh. fölfele, és hát most nem tudom, hol tart a kétharmadánál például. De jó, és akkor ezt szereti. És, de Jászmin oda jár? Oda járt. Ja, már nem. Oda járt, de már uh-huh. Tim is egy másik óvodába oktat. Megjöttek. Egy másik óvodában van, meg Jászmin iskolás lett, mert itt korábban kezdődik egy évvel. Uh-huh. Tehát most 5 éves elmúlt, 6 éves lesz is. Péter, a fülhallgatót add majd, de légy szíves, ne haragudj, mert ha bejön a hölgy, akkor biztos vagyok benne, hogy akarja. Gyere! Nagy délen is dúra! Még nincs vége. Nincs, most neked kell beszélni, Jászmin. Ülj oda apának az ölébe, légy szíves, most gyere. Ülj oda. Most már lehet. Várunk. Mit csinál? Wow, ezt te rajzolod. Rajzolt neked van. Ja, mert írtál is valamit? Csak vigyázz, mert le fogja verni. Ja, ezeket. Csodálatos. Akik csak hallgatják, akkor egy papírt rajzolt. És telerajzolta. Ezt ki rajzolta? Mit rajzolt rá, azt én nem tudom elmondani. Ó, az Attilát rajzolta el, a nagy szája. Igen. És ördög. És ördög. Na, hát itt van a fiatal asszony. Várj egy pillanatra. Kapsz egy hol fülhallgató. Van a fülhallgató? Itt van, hát látod, ezért mondtam, hogy biztos, hogy kell neki. Várjál, nagyon hangosan. Jaj. Meg fölléci. 1, 2, 3, 4. Jó, de... Rövidebb rajtani? Így jó? Hallasz, Jászmin? Igen. Légy szíves, mondd el, hogy hívnak téged, hány éves vagy? A nevem? Mi a neved, igen? Erdei Jászmin. Erdei Jászmin vagy? Hány éves vagy? 5 vagyok, és 6 leszek karácsony után. Ja, értem. És hány éves szeretnél lenni? Nagylány szeretnél lenni? Mondjuk 10 éves? Nem akarok lenni... 7 év. Oké, megegyeztünk. Szeretsz-e apával elmenni sportolni, akár a vízre, hajókázni, evezni? Valamikor. Valamikor? Nem mindig? És a barátaimmal is, de nem nagyon mindig uh-huh. szoktam. Aha, most nézed ilyenkor magad? Nem. Ide, ebbe a kamerába integess már bele, légy szíves, hogy ha néz benneteket otthon mondjuk a nagyék, vagy a tesók, vagy bárki, akkor lássák, hogy itt vagy nálunk. De aranyos vagy, szihetetlen. Várod-e azt a pillanatot, hogy a apa megcsinálja a panóniát, az oldalkocsis motort? Az oldalkocsis, tudod, a garázsban. A nagy műhelyben, ami ott van, hogy beleülves. Az a narancssárga. Nem, az a Suzuki, a másik, nem, aminek a oldalkocsia van a garázsba. Az a régi. Tudom. Van egy ilyen beülős része. Oké, okay, én nem tudom, de én tudom a narancsárga. És mi van a narancsárga? Szeretnél fölülni arra is? Vagy titromsárga? Nem, narancsárga. Narancsárga, igen. És apa még építje. Még mert ő nem... Nem csinálja meg, csak ő építje. Ja, ő épít, és a végén valaki megveszi tőle? Odaadja nem, apa? Nem, ő építei Timinek, nekem is magának, igaza? A Timinek? Nem Timi, az anyukámnak. Ja, az anyukádnak, igen. Visszanézi, várja. Apa, igaz az, hogy nekik
hogy anyának és neked és nekem építer? Az a Jeep. Az is narancssárga. A Jeepről beszélsz? Ó, igen! És apa engedte már, hogy esetleg vezess valamelyik autóját? Beleültél az ölébe, nem? Nem. Hát de mondjad neki, hogy apa, ne! Melyiket? Melyiket? Á, nem tudom. Nem tudod? És motorozni is voltunk már? Igen. Kinek a motorjával voltunk? Ó, igen, igen. Kenzónak. Nem Kenzónak a szerelmemnek. A szerelmednek? Igen. Ki a szerelmet? Mesélj. Kenzó. A Kenzó? Nem. Apa, ne árulj el titkokat. Ne áruld el a titkokat, apa. Oké, oda beszélj a mikrofonba. Kinek a motorja volt? Kenzó. A férjem. A férjed? Már igen. Férjed is van? Igen. Hoppá, ez igen. Bocs, hogy nem tudtam, ne haragudj. Mi a kedvenc? Ugye kérdeztem tőled, hogy mi a kedvenc kajcsid, a palacsinta, és te mit mondtál? Igen. És a tarognás hús is, majdnem minden megeszek a világba. Mit nem eszel meg? Mit nem szeretsz? Hát... Nem kóstoltam még meg. Ezt nem halljuk így. Mert már süket a bácsi, mert öreg, hangosabban mond. Csak ő hallhatja. Oké, befogjuk a fülünket. Szóval nem szeretem a paradicsomot, mert nem kóstoltam még. Ja, azért nem szereted. Hát mondjad, hogy ne, hát kóstold meg egy picit, ne? Ki a legjobb barátod, meséld el, vagy a barátnéd? My boyfriend. A barátod. Boyfriend is Julian. Igen, és a... My friend? Igen. Magyarul mondjad, mert magyarul kérdezik, akkor magyarul kell mondani. Az iskolatásod? Csak ilyen használt van. Ez... Az iskolatás... Ki az iskolatásod? Lap. Hát figyelj, élő adás varázsa. Csak zenét. Mondd el, hogy amikor ide jöttetek hozzánk, anyának azt mondtad, hogy akkor fog a szót, ha berak egy zenét. Melyik volt ez a zene? Casino Twist. Jaj, Twist. A Twist, elnézést kell, ez a Hungária zenekart, ugye? És még a szöveget is tudtad, ugye? Hungária. Imádod a Hungáriát? A zenekart? Egy kicsit, mi a kedvenc zenéd? Attila. Micsoda? Giorgio Siva? Igen. Fordítsatok, mert nem ismerem. Giorgio Siva. Okay. Ja, nem ez az a hölgy, aki 18 éves, és ilyen Disneybe is énekel. Hát a szomszéd Marcinak is az a kedvenc. Aki csinálja. Figyelj, Jászmin, kapaszkodj. Itt lesz koncertje New Yorkban. És nem most. Egy Giorgio Sivás! De várjál, nem az a lényeg, hanem online föl kellett iratkozni egy listára, hogy majd, hogyha bekerülsz abba bizonyos X1000-be, akkor tudsz ilyet vásárolni. És azt mondták, hogy délután 2-kor, csak mondok egy időpontot, délután 2-kor, na 1:59-kor már nem volt hely, tehát az internet lefagyott, érted? Túljelentkezés volt, és 2:04 vagy 5-kor kiírták, hogy kész, elkelt mind. Tehát felejtsétek el, nincs, senki ne próbálkozott, elfogyott minden, és ez a lány, mutatta a Marcia felvételt, zongorázik, énekel, nem sokan nézték a videoklipét, mert azt hiszem, hogy azt éppen 600 millióan, vagy nem tudom, ilyen 1,3 millióan. Tehát ez a brutál, hol vagyunk emberek? Hát ez az a 7 éves lány, ami énekelje, elénekelhetem egyik számán, nem nagyon tudom. Jó, egy pici részletet belőle, oké? Okay. Szóval, I'm gonna come back like a boomerang. I'm gonna come back like a boomerang. I'm gonna come back like a boomerang. Kinek megy a telefonja?
Szerintem inkább táncolják, mert a port az jobban. És van a high top shoes. Ez hihetetlen, vagy Jászmin, maradj ilyennek. Erdélyi Jászmint láttatok és hallatok. A mi X-faktorunkat megnyerte. Komolyan. Tehát, ez egy X-faktor. Ez egy X-faktor, igen, nem tudtad? Nézzek, hogy tapsol neked mindenki. Erdélyi Jászmint és Erdélyi Jánost hallhattuk, láthattuk. Sziasztok! Köszönjük. Találkozunk jövő héten is. Bye-bye mindenkinek! Sziasztok.